Az internetre bármikor felteszed az életed. A szabadságra felteszed az életed, mint annyian tették 56-ban. Nem kell kockáztatniba, elég értéket választani, és lehet a mindenki máséval egyenlő szabadságot választani, rajtunk múlik. Mindig, amikor elkezdem kutatni és elkezdem olvasni ennek az embereknek, akik részt vettek ebbe, akár legyen ezek az utcán harcoló emberek, vagy pedig akár politikusok a Nagy Imre körül, vagy bármilyen szereplői a forradalomnak, akkor nagyon megérint az, hogy ezeknek mennyi mindent vállaltak, és mennyi kockázatot vállaltak, és utána azért a, mondjuk most akkor nagyon szűkén veszük, azért a 13 napért, vagy azért a 6 hónapért, amit ebben a forradalomnak a lázában éltek és tettek. Ebben az internetes, kényelmes világban már kétlem, hogy egy akkora tömegbázis lehetett volna mozgósítani a 14-15 éves gyerekekből, akiknek ez érdekük lett volna a szabadság. Én biztos, hogy még rádióhoz mentem volna egyébként. Én nem vagyok így híve a fegyveres felkelésnek, így, bár ott nem lehetett nagyon sok mindent tenni, de ami akkor történt is, ugye sok rádióban mondtak nagy beszédeket, nem emlékszek, már azért régen volt, hogy kik mondtak, de azt gondolom, hogy hát a néphez úgy lehet szavak útján eljutni, és ez, amit meg lehet tenni. Mennyi mindent elszenvedtek, és hogy mégis mennyi tudták magat tartani azokhoz az értékekhez nagy többségükben, amiért akkor kiálltak. Szóval van egy nagyon érdekes, van egy ilyen, van néha így próbálok ellenállni, de mégiscsak van egy ilyen romantikus vetület, hogy ez valóban ők tényleg hősök voltak, az a vicc az egész, hogy tényleg olyan dolgokat vállaltak, amit nem vagyok benne biztos, hogy sokan tudnák vállalni manapság. És miért rázod le azt a fiút, ha régóta tetszik? Kérdezi az egyik lány a másikat. Nem lázad az önkény ellen, feleli a másik. Hát szólj neki, hogy ne csak téged tetszikeljen, hanem a sajtószabadságot is, amiért annyian kiálltak 56-ban is. Hát az a baj, hogy nagyon más hangulat van. Én azt remélem, hogy igen, és azt remélem, hogy most is megvan ugyanez a szellem, és képesek lennénk rá még egyszer. De hogy azt hiszem, hogy sokat tudunk tanulni belőle azért, mert most is vannak olyan helyzetek, amikor jó lenne felállni, és megmutatni azt, hogy itt vagyunk, de ez mindig azt gondolom, hogy kell egy ilyen gyújtópont, mire ez eljön. És az, hogy ez mitől jön el, vagy ez, hogy jön létre, hogy ezt kéne észrevennünk valahogy, és jól csinálni, hogy nem tudom. Tehát mi az, aminek olyan nemzet, tehát megmozdító ereje van, amiért összeáll mondjuk a fiatalság? Tehát hogy kell azért lenni egy olyan témának? Azt mondom, én szerintem mindig is képes rá az ember, hogy egy eszméért, egy hitért megmozduljon, csak hát kell egy olyan ellenoldal, ami ezt ilyen erősen tudja befolyásolni, hogy kelljen egy ilyet lépni. Azt gondolom, hogy a történelmi által érdeklődés, a történelmi identitás formáló erő szerintem jóval alacsonyabb hatásfokkal jelenik meg, mint az előző nemzedékekben. Tehát én azt érzem, hogy itt azért nagyon, nagyon nagy a tudatlanság is, és nagyon nagy az érdektelenség, tehát más dolgok sokkal fontosabb szerepet játszanak, akár a zene, akár a konzumálás maga, tehát ez sokkal erősebb identitást adó erő, mint mondjuk a történelmi múlt.